Az idő kezdete előtt csak a kocka létezett. Nem tudjuk, hogyan keletkezett, csak azt, hogy ereje képes világokat teremteni, és életet lehelni beléjük. A mi fajunk is így született. Egy ideig harmóniában éltünk, de a kocka erejére sokaknak fájt a foga. Egyesek jóra akarták használni, mások rosszra, és így kezdődött a háború. A háború, mely feldúlt a bolygónkat, míg az a halál martalékává nem vált, a kocka pedig az űr végtelenjébe veszett. Szétszóródtunk a galaxisban, hát ha meglejjük a kockát és új otthonunkat is, minden csillagot, minden világot átkutattunk. És amikor már minden remény szerte foszlani látszott, egy új felfedezésről kaptunk hírt, mely egy ismeretlen bolygóra vezetett minket, a Földre. De ekkor már túl késő volt. Katar, a Közel-Kelet, napjainkban. Azonosítatlan légijármű belépett az Egyesült Államok katonai légterébe. Azonosítsa magát és kelet felé hagyja el a légteret. Azonosítatlan légijármű. Ha nem működik együtt, fegyverrel kell kényszeríteni. Vettem, uram. Jelzése 4500 X-re. Hol van most a behatolónk? 8 kilométerre van, uram. A gép a leszállunk. Hé, várjunk csak, zavarják a radart. Méghozzá pont ez a gép. MH-53-as, azonnal állítsa le a motor! Mindannyian szálljanak ki, vagy tüzet nyitunk! Fegyvert tölts! Támadásra felkészülni! Atya ég! Uraim! Bobby Bolivia, mint az ország, csak hasmenés nélkül. Üdv! Segíthetek? Tudja, a fiam autót szeretne venni. És pont rám gondoltak? Nem. A legjobb helyre jöttek. Bobby B. bácsi vagyok. Bobby B. bácsi. Sam. Hadd mondjak valamit. Sam! Amit itt nem találsz meg, azt nem is érdemes keresni. Nem is rossz. Mint egy versenyautó. Mi az ára? 5 rúgó. Nem, 4-nél többet nem adok. Bocs. Kölyök, pattanj ki gyorsan a Verdából. Nem. Azt mondta, a kocsi válasz sofőrt. Hát néha olyat választanak, akinek sóherapja van, neki felé. Az ott a kedvencem, egészen Alabamából. Íme a tények. Tegnap helyi idő szerint 19 órakor az Egyesült Államok katari légiparancsnokságát megtámadták. Egyelőre annyit tudunk, hogy senki sem élte túl. A céljuk az volt, hogy behatoljanak a katonai hálózatunkba. Azt nem tudjuk pontosan, mit kerestek, csak annyit tudunk, hogy nem jártak teljes sikerrel. Amiből azt feltételezzük, hogy újra megpróbálják. Mizus,
Semmi. Csak megjáratom a verdámat, kocsikázom egyet. 11-re itthon legyél! Jó, persze! 11-re! És az Isten szerelmére vezess óvatosan! Biztonság jön! Ez az első kocsija. Ilyennek kell lennie. Még soha nem láttam ilyen fegyvereket. A hőérzékelő olyan furcsa aurát jelez a kitinvász körül, mintha valami láthatatlan védőpajzs burkolná. Ez lehetetlen. Nincs olyan, hogy láthatatlan védőpajzs. Max a képregényekben, nem? Gőzöm sincs. Ez meg mi? Anyámnak volt egy ilyen képessége. Látott dolgokat. Ezt én is örököltem, és az az ízé, ami ránk támadt. Attól tartok, még nincs vége. Akkor azzal a nagy vudu erőddel miért nem juttasz ki innen, ha? Mikor lefényképeztem, szerintem meglátott. A szemembe nézett. Na jó, ezt azonnal el kell juttatnunk a Pentagonba. Tudniuk kell, hogy mivel van dolgok. A rádiómnak annyi. Teljesen elment a térerő. Mon Mafuz, milyen messze laktok innen? Közel, ott azon a hegyen. És telefonotok van? Van. Oké, akkor nyomás! Haver, biztos vagy benne, hogy szívesen látnak? Még szép, Miles, ez egy tó, közterület. És kacok, skubizzatok. Szasztok, klassz a verdád. Mégis mit kerestek itt? Ide jöttünk fáramászni. Azt látom, biztos jó buli. Tudom már, honnan voltál ismerős, azt hiszem tavaly jelentkeztél a foci csapatba. Nem, nem is akartam igazából bekerülni, csak egy könyvhez gyűjtöttem anyagot, igen. És mi a könyv címe? Hogyan legyünk pancserok? Nem, az a címe, hogy mennyire károsítja az agyat a foci. Vicces a fiú. Totál hülyét csináltál belőle, most mindkettőnket hülyének néznek. Mi lenne, ha most én vezetnék? Nem. Ez nem egy matchbox, vadi ujjak a felnik. Nem akarom, hogy összekarcolt, nem. Mi lenne, ha beupanál a hátsó ülésre, kis cicám? Te jó ég, ha tudnád, mennyire nem vagyok a kis cicád. Oké. Majd csörögj.